Arról fogadtam Vasilij Miklós, hogy az IVIV, a Poster, a Live.hu, a Live Network és az Origo felületein keresztül hány emberhez és hogyan tudnak eljutni. Úgy tűnik, hogy azért mindenki próbál előrefelé menekülni és investálni ebbe a piacra. Igazából úgy gondolom, hogy ez a piac ennyi szereplőt ebben a formában nyereségesen nem tud eltartani. Tehát lesz, aki elbuk? Én szerintem lesz konszolidáció a piacon. Mindenképpen szükséges is, egyszerűen a szolgáltatás fejlesztések és az, hogy a tartalom minőségi színvonal megőrzésre kerüljön, ez a két tényező egyelőre nincsen kitermelve a piac által. Tehát vagy további dinamikus növekedés kell, hogy legyen a piacba, aminek a jeleit egyelőre nem látom, hogy igazán dinamikusan növekedne, vagy koncentráció lesz, vagy pedig a minőség fog csökkenni. Hát szerencsére azért a hirdetők elég jelentős részben választanak ma is minket. Én úgy gondolom, hogy ezt a bizalmukat és pozitív hozzáállásukat fontos, hogy megőrizzük, és a szolgáltatásaink fejlesztésével bizonyítsuk azt, hogy velünk, mint partner kell, hogy számoljanak. Maximális rugalmassággal próbáljuk akár a termékinnováció téren, akár egyedi projektmegoldásokban kiszolgálni a hirdetői igényeket. Úgy gondolom, hogy nálunk olyan technikai feltételek állnak rendelkezésre a hirdetők kiszolgálására, ami a többi hazai piaci szereplővel szemben megkülönböztet minket és ad egy többletet. Például említhetném a viselkedés alapú targetálást, amelyben szerintem az Origo nagyon változatos eszköztárral rendelkezik, és a használata az valóban tudja segíteni jelentősen a célzási hatékonyságot. Ezt mi a tartalmaink ajánlása során is használjuk, és például a Live.hu pont ennek egy ékes bizonyítéka, amely a reklámok tekintetében, a hirdetések tekintetében ugyanolyan hatékonyan tudhat működni, mint ahogy például a tartalmi téren bizonyítottan hatékonyan működik is. A lokális tartalom az mindig is a lokális piaci szereplők játszótere lesz, és itt az Origo célja egyértelműen a piacvezetői pozíció megőrzése. A különböző platformjainkra az eddigieknél sokkal több videós tartalom fog készülni. A megújuló Origo címlapon is ez remélhetőleg megfelelően fog tükröződni. A megnövekedett videós tartalmakat pedig szeretnénk nyilvánvalóan platformra optimalizáltan megjeleníteni a felhasználók számára. A korábbi kis elérésű kábelcsatornákra fókuszált saját mozgóképes tartalom helyett minden platformra és minden termékünkre érvényes, érdekes videós tartalmakkal próbálunk készülni, mivel úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabban tudunk ezen a téren megjelenni a userek felé, mint az eddigi műsorainkkal. Publikus és mikorra várható? Hát én bízom benne, hogy május végére ez meg fog történni. Milyen átalakítást terveztek? És milyen elég komoly átalakítást tervezünk, és ennek oka az, hogy egyrészt úgy gondolom, hogy időszerű, hogy némileg megújuljon az Origo címlapja, másrészt a megváltozott tartalmi szerkezetet szeretnénk érvényesíteni a címlapba is. Itt egyrészt gondolok arra, hogy több videós tartalom lesz jelen az oldalon, másrészt gondolok arra, hogy a felhasználói tartalmakat az elmúlt hetekben és hónapokban erőteljes dinamikával növekvő poszter szolgáltatásunkat, blogokat sokkal erősebben fogjuk megjeleníteni. A napi 100 000 fölötti user száma van, ami nem tekinthető szerintem rossz adatnak, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező időkben nagyon sok új blog fog indulni, ahogy a poszternek is egy nagyobb felületet adunk, hiszen egyelőre ez nincsen annyira előtérben nyomva még, ehhez képest a napi 100 000 fölötti felhasználó száma szerintem szépnek mondható. A terméken belül is tervezünk még további fejlesztéseket, és ezzel együtt jobban előtérbe toljuk a userek számára. Én úgy gondolom, hogy
hogy egy a legdinamikusabban fejlődő termékünk lehet az elkövetkező hónapokban. Life.hu abszolút siker, novemberi indulás óta ma már megközelíti a jelenlegi piacvezető női szájtot elérésben, nagyon kevéssé marad el, és az összes többit messze maga mögé utasította. A Life.hu-n már eleve egy sokkal integratívabb, mozgóképes és szöveges tartalom jelenik meg, itt a videós tartalom már abszolút hangsúlyos. Úgy gondolom, hogy sikerrel tudtuk a célcsoportot megszólítani ezzel az új honlappal és új brenddel, és a Origo eddigi női eléréséhez képest nagyságrendekkel tudtuk növelni ennek a célközönségnek a lojalitását a termékünk iránt, és hát a napi és heti számok egyaránt azt mutatják, hogy egyelőre nagy siker a site.